Debreceni József kimagasló a holokauszt irodalomban. Az elsők között írta meg a haláltáborban átélt tapasztalatait. A Hideg krematórium először 1950-ben jelent meg magyarul, majd a következő évben Bogdan Csiplich fordításában szerbül, 1975-ben pedig ismét kiadták. Valójában egy riportregényről beszélhetünk, és pont ez adja azt a megrázó erőt, hogy milyen objektivitással tud a szerző beszélni azokról a borzalmakról. Fontos tisztázni a múltat, hiszen ez a jelen és a jövő percepciójára egyaránt kihat. Emelte ki köszöntő beszédében dr. Latorcai Csaba, a magyar miniszterelnökség helyettes államtitkára. Én úgy gondolom, hogy ez szimbolikus jelentőségű, hogy magyar és szerb nyelven került a könyv kiadásra, hiszen 70 évvel a holokauszt után újra és újra rá kell irányítanunk a tekintetünket arra a tragédiára, ami az 1940-es évek elején történt. Tisztában kell lennünk a múlttal, a történelmünkkel, ugyanis tanulni lehet belőle is, és világos üzenete van ennek a könyvnek. Ez az, ami nem szabad soha, hogy megtörténjen senkivel, egyetlen néppel sem. A regény a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség, az IHRA soros magyar elnöksége alkalmából Magyarország miniszterelnökségének a támogatásával jelenik meg újra. A kötet kiadását a Balassi Intézet, a Belgrádi Kollégium Hungaricum és a Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság támogatta.